csendes a penyigei horgásztó, amelyet a Szenke-patak táplál. Tragédia lengi be ezt a helyet, 117 évvel ezelőtt 9 helyi kislány lelte itt halálát, amikor elsüllyedtek egy csónakban. A község temetőjében több mint 25 évvel ezelőtt valamennyiük sírja felett kopjafát emeltek. Ezek mára már elkoptak, az elhunytak emlékezetét pedig új kopjafák őrzik, amelyeket jelképesen nőnapon lepleztek le. 1905-ben a Szenkébe belefulladt 9 kislány, ami akkoriban nem csak a térséget rázta, hanem egész ország beszélt erről. Szerencsétlenül ültek be egy csónakba, a csónak egyik oldalára fölfordult, felborult, és nem tudtak úszni a kislányok, és sajnos belefulladtak a Szenkébe. A Szenke az egy vízfolyás, folyónak sem neveznénk, de a penyige életében meghatározó szerepet tölt be. Utas, nézd be a temetőkertbe, 9 kislány nyugszik egy szélébe. Isten veled, 9 letört rózsa, szép csendesen nyugodjál a sírba. Az 1905-ös tragikus eseményt felidéző penyigei ballada részletét vésték a felújított sírhelyeket összefogó fatáblára. A helyiek emlékezete ma is erős, ha elhunyt hozzátartozójuk emlékhelyéhez látogatnak, mindig tesznek egy szál virágot a kislányok emlékhelyéhez. Nagyon sok penyigeinek a 9 kislány oldalági leszármazóink keresztül el lehet mondani, hogy van ott rokona, és az ötletgazda pont egy olyan illető volt, egy egyesületi elnök, akinek a nagymamájának a testvére volt, aki belefulladt. A nagymamája is ott ült a csónakban, de ő ki tudott úszni. Tehát élénken él az emberek emlékezetében, és hát az a 1905. évben kezdetű népballada is elég sok ember számára ismert, nem csak Penyigén, nem csak a Fejér-gyarmati térségben. Tegnap éppen itt a menekült hullával kapcsolatban egy kárpátaljai illetővel beszéltem, és ő is ismerte ezt a népballadát. Az 1905-ben elhunyt 9 kislány emlékére 9 darab koszorút is elhelyeztek nőnapon.